Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslást, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az itt felül és alul látható itt középen. Ez a kártya jelenthet egy bírósági ügyet. Lehet, hogy ő van benne ebben a helyzetben, esetleg te is ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Amit a kártya még jelent, hogy igazságtalanságok történtek, vagy az ő környezetében, esetleg nálad, de úgy gondolja, jó lenne, ha összefognátok, és együtt be tudnátok bizonyítani magatokat, hiszen itt ennél a kártyánál a tűz eleméről van szó, és az jelenti a bátorságot. Hogy légy bátor, ne engedd azt, hogy mások megbántsanak téged, vagy mivel itt a kettes szám látható, ő ott van melletted, segít neked. És most megnézzük az ő érzelmeit, ami itt bal oldalon látható. Itt a két képen te vagy, ha te egy hölgy vagy. Ő érzi azt, hogy vannak kihívások, igazságtalanságok, nehézségek, hiszen itt mások ütögetnek téged, és emiatt dühös vagy. Szeretnél egy új kezdetet, de nem tudsz felállni, mert annyira nehéz helyzetben érzed magadat, hogy itt látható, hogy mindez annyira megvisel téged. De ő felhívja a figyelmedet arra, hogy te vagy itt a kis varázsló, és megoldod a helyzetet. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható. Itt az arany érem jelentheti az anyagiakat, a munkát, a hivatást vagy az értékeket. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy védd magadat, a saját értékeidet. Itt a hold jelentheti az anyai témákat, vagy jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ami fontos, amit kimutat ez a szerelem kettőtök között. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gyermek jelenti az ártatlanságodat, vagy a fiatalos kisugárzásodat, esetleg vitákat a gyermekekkel. Amit a gyermek még jelent, hogy itt lesznek változások, itt lesz egy új kezdet. Itt benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalanságnak tűnik. Itt a medve jelenti az erődet, hogy be tudod magadat bizonyítani. Amennyiben egy bírósági ügyről van szó, akkor ez a medve lehet a bíró, de itt kiderül az igazság, hiszen a gyermek jelenti azt, hogy ártatlan vagy. Itt a varázslatos kisugárzás, vagy a te varázslatos erőd szerencsét hoz. Itt vannak kihívások, nehézségek, viták, félreértések, a hold jelenik meg, ez lehet vita az anyukáddal, vagy ha anyai érzelmekről van szó, esetleg a gyermekekkel, itt is a hold van. Persze a hold jelenti az elképzeléseket is, hogy maradj hűséges a saját elképzeléseid mellett.
itt lesz egy új kezdet, de kezdetben még azért vannak nehézségek, hiszen kimerült vagy, fáradt vagy, nincs erőt felállni. És itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, vagy lehet egy hölgy is. A kérdés csupán az, ki ez a hölgy? Segít neked felállni? Vagy a hölgy miatt vannak a nehézségek? Én úgy érzem, hogy tényleg így van, hogy egy nő van a környezetedben, vagy az ő környezetében, és emiatt vannak itt a problémák, a nehézségek, amit meg kell természetesen oldani. De te vagy a varázsló, és mindez megoldható. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Lehet, hogy ez az elképzelés, ez az álom. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Itt is látható egy ajánlat, egy új kezdet. Ez lehet egy munkahelyi változás. És úgy alakul, ahogy te ezt elképzeled, hiszen a hold itt egy nagy szerepet játszik. Itt a könyv jelenthet továbbképzést, vagy nyitottságot, hogy nyitott vagy arra, hogy legyenek itt változások az anyagiak terén, vagy a munkát illetően, vagy hogy kapd meg az elismerést, hiszen értékes vagy ehhez. Amennyiben te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, és ott van körülötted a szeretet, a szerelem. Az ő jelenlegi helyzete, itt megvan a remény, hogy minden jóra fordul, itt a hajó jelenthet utazásokat is. Amennyiben messze él, akkor előfordulhat, hogy tervez egy utazást, meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. A te jelenlegi helyzeted, itt a kártya jelenti a felhőt, valami még átláthatatlan, de hamarosan tisztázódnak itt a dolgok. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!